Köszöntöm nézőinket! Önök a hétköznapokon jelentkező Budakalász Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként következzenek kiemelt híreink röviden. Koronavírus. Szigorú járványügyi intézkedésekre kell számítani kedd éjféltől. Ebösszeírás. Meghosszabbították az adatszolgáltatás határidejét. Katasztrófavédelem. Tetőszerkezet éget Budakalászon. Ha az országgyűlés megadja a kormánynak a rendkívüli felhatalmazást, és a parlamenti képviselők megszavazzák az előterjesztést, akkor kedd éjféltől Ausztriához hasonló intézkedéseket vezet be Magyarország, mondta Orbán Viktor hétfő reggel közösségi oldalán. Este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom lesz. Felmentés csak a munkába járás és hazajárás, valamint rendkívüli esetben lehetséges. Az éttermek bezárnak, csak házhoz száll. Lesz. Az üzletek, fodrászatok este 19 órakor bezárnak. A szállodák csak üzleti célú vendégeket fogadhatnak. Általános rendezvénytilalom lép életbe. Családi összejövetelen, magánrendezvényen legfeljebb 10 vehetnek részt. Esküvő csak lakodalom nélkül lehetséges. A temetéseken maximum 50 fő vehet részt. A sportmérkőzések zárt kapusak lesznek. Szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, az amatőr csapat sport tilos. A szabadidős létesítményeket fitnessterem, fedett úszoda, múzeumok, színházak, állatkertek bezárják. A felsőoktatás csak online formában működhet, és az összes kollégiumot be kell zárni. Középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe. Bölcsödék, óvodák, általános iskolák 14 év alattiak számára nyitva maradnak. A kórházi dolgozókat, iskolai tanárokat, óvónőket és bölcsödei dolgozókat tesztelik. Ezeket az intézkedéseket 30 napra vezetik be, és szükség esetén meghosszabbíthatják az intézkedések kedd éjféltől, vagyis szerda 0 órától lépnek hatályba, ha megszavazza a parlament kedden. Meghosszabbította Budakalászváros önkormányzata az ebösszeírás adatszolgáltatási határidejét december 1-jéig. Budakalászon működik egy kutyaoktató egyesület, ahol taníthatja és napközbeni felügyeletre is ott hagyhatja kedvencét a gazdi. A háztartásokban élő kutyák száma folyamatosan növekszik, így egyre nagyobb szükség lehet kifejezetten négylábúaknak kialakított környezetre. A minél könnyebb regisztráció érdekében az önkormányzat is előfizetett az elektronikus app nyilvántartóra, így papírmunka és e-mailek küldése nélkül tudja lejelenteni kutyája adatait a gazdi. A négylábút néhány kattintással online lehet regisztrálni. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a csippel ellátott kutyák könnyebben lekövethetők legyenek. Én úgy tudom, hogy az ebb összeírás az azért van, hogy a városháza megtudja, hogy hány kutya van a településen, és megpróbálnak kialakítani olyan kutyás részeket, ahova el lehet vinni a kutyákat, futtatni, sétáltatni. Az, hogy örökbe fogadnak kutyát, szerintem avval az önkormányzat nem foglalkozik. És az a baj, hogy a kóbor kutyákkal se nagyon foglalkozik az önkormányzat, de nem csak a budakalászi önkormányzat, hanem ez országos szinten így van. Kóbor kutyákkal nekünk is van egy alapítványunk, egyetlen egy dolgot tudunk csinálni, hogyha be tudjuk fogni, akkor befogjuk, csipet olvasunk, megkeresjük a gazdáját, és visszavisszük a gazdához. Csak az a baj, hogy a gazdik nem felelős gazdák. Tehát nem foglalkoznak avval, hogy kiszökik a kutya, vagy van olyan gazdi, aki kinyitja a kaput, hogy az utcán sétáljon a kutyája. Tehát ez szörnyű. Minden kutyának 4 hónapos korától kötelező a csíp beültetése, ellenkező esetben akár 45 000 forintos állatvédelmi bírságra is számíthat a négylábú tulajdonosa. A csíp beültetését követően az állatorvosnak 8 napja van rá, hogy a gazda adatait rögzítse az országos adatbázisban. Ez nagyon jó dolog, mert megtaláljuk a kóbor kutyának a gazdáját.
Csak vannak olyan állatorvosok, akik berakják a kutyába a csipet, de nem regisztrálják. Tehát van egy szép hosszú számsor, de ahhoz nem tartozik se név, se telefonszám, se cím. Tehát ott már sokkal nehezebb megtalálni a gazdát, akkor felrakjuk internetre, hirdetjük, megpróbáljuk valahogy megkeresni a gazdáját. Bal fül mögé szokták berakni. Régen, amikor elkezdték ezt a csippezést, akkor olyan csippet raktak be a kutyába, ami elmászott, és teljesen máshol találták meg a kutyába. Most már ilyen karmos csippeket raknak be, ami a szövetbe megragad, és nem mászik el, és biztos, hogy ott marad a csipp, és így könnyű leolvasni a kutyának a csipjét. A kutyaparadicsom 15 éve alapult meg Budakalászon. Az egyesület hozzájárul a felelős állattartáshoz. Megerősíti azt a tudatot, hogy minden kutya tanítható és nevelhető. A kiskedvencek száma családonként eltérő, de egyre több háztartásban van négy lábú. Igazából azt kellett volna kiírni, hogy kutyaparadicsom gazdaiskola. Tehát mi itt a gazdáknak tanítjuk meg, hogy hogyan kell foglalkozni, hogyan kell viselkedni a kutyával, mit kell ahhoz tenni, hogy jó kapcsolat alakuljon ki gazda és kutya között. Tehát, hogy egy fegyelmezett kutyája legyen, mert egy fegyelmezett kutyával nem szívesen mennek le sétálni. Tehát akkor a család tologatja mindig át a másiknak a pórászt, hogy te vidd le Zsömikét, most te vidd le, de hogyha tényleg egy fegyelmezett kutyáról van szó, tehát amelyik megáll, leül, lefekszik, ott marad, láb mellett jön, sőt, el lehet engedni pórázról, amit tudjuk, nem szabad, de hát elengedjük a kutyákat pórázra, és vissza lehet őt ívni, és bármilyen szituációból visszajön. Tehát mi ezt próbáljuk elérni, hogy a gazdiknak szófogadó kutyái legyenek. A Puli, a Pumi és a Mudi magyar pásztor kutyafajták, az amerikai Staffordshire Terrier, a Boston Terrier és az alaszkai Malamut mind amerikai kutyafaj, a német kutyafajok közül pedig a legnépszerűbb a német juhász. Most, amit a hátam mögött folyik, az a kluboktatás. Itt általában 10-15-en szoktak részt venni. Van nálunk alapkiképzés gazdiknak, kutyáknak. Megtanítjuk a gazdiknak, hogy hogyan kell foglalkozni a kutyákkal, hogy későbbiekben nekik szót fogadjanak. Nálunk egy ilyen alapfokú kiképzés 7-7 időtartamú. Szombat, vasárnap szoktunk találkozni, de ez az idő nagyon kevés ahhoz, hogy a gazda kiképezze a kutyát. Azt szoktuk mondani a gazdinak, hogy amit itt gyakorlunk közösen a kutyaiskolán, azt otthon be kell építeni az életükbe, és minden nap foglalkozni kell a kutyával. Akkor elég ez a 7 hét, és a 7. hét végén le tudnak vizsgázni a kutyával. Az ebb összeírás során az adatszolgáltatás nem teljesítése a jogszabály szerint szankciót von maga után, amely mind a város illetékes vezetőit, mind pedig a kutya tulajdonosokat érinti. Kigyulladt egy 55 négyzetméteres könnyű szerkezetű lakóház tetőszerkezete szombaton, a kora reggeli órákban Budakalászon, a Lupa-szigeten a Platán soron. A tető a kémény mellett kapott lángra, amit a tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók részben eloltottak. A szentendrei hivatásos tűzoltók a tető és a plafon megbontását követően a még izzó részeket eloltották, majd átvizsgálták az ingatlant. A tűzoltást nehezítette, hogy a sziget az egységek csak a fővárosi tűzoltóhajó segítségével tudták megközelíteni. Megnyílt péntek este Szokolai Dongó Balázs népzenész első kiállítása a Kóskároly Művelődési Házban. Képeit az Alföldi Tanya világ ihlette. A tárlatot Ágoston Béla zenész nyitotta meg. Nagy érdeklődés övezte Szokolai Dongó Balázs első grafikai kiállítását, ami a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban tekinthető meg. A tárlat Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezető ötlete volt. A pénteki megnyitón Ágoston Béla köszöntötte az egybegyűlteket, aki közeli barátja a kiállító művésznek. Először 1985-ben kerültem közelebbi kapcsolatba, amikor katona voltam, és az egyik legjobb cimborám a seregben, Gyurkovics Sztoján elmesélt, hogy milyen itt az élet Budakalászon. Úgyhogy nagy örömmel
jöttem ismét Budakalászra, erre a legendás helyre, ahol barátom Szokolai Dongó Balázs képeiről beszélhetek pár szót. Ezek a képek egyrészt a múltból érkeztek, másrészt a közelmúltból, illetve a jelenből mutatnak a jövőbe. Érdekes, hogy ezt a diófobász technikát ezt már alvélő társként megfigyelhettem, nyomon követhettem, sőt, már előtte barátságunk kezdetén kaptam is én is ilyen diófapác képeket, úgyhogy nagyon gazdagnak érdemes magam. És hosszú évek elteltek, a Balázstól kaptam a képzőművészeti tájékozottságomat, és nagyon meghatározta a szemléletmódomat, ahogy a világot figyeltem. Mégis ezek a diófapác képek egy idő után elhomályosultak, már mindig a falamon lógtak. Ha ránézünk egy ilyen képre, akkor eszünkbe juthat esetleg egy másik festő, rajzoló, képzőművész, Czakó Ferenc, akinek a homok képei és azoknak a változó világa nagyon hasonlíthat ezeknek a képeknek a világához, de ezeknek a őspotószerűsége viszont megidézi azokat a régi fafaragásokat, népművészeti tárgyakat, amelyeknek az elkészülésében egy ősi néplélek munkálkodik. Igazából ezzel kezdődött a művészet, hogy rajzolgattam. Édesapám rajztanár volt, és az, hogy képet csinálni, az már gyerekkorból jön, hogy az milyen jó lenne jó képet csinálni. És aztán rajzszakot végeztem főiskolán, tehát ezzel kezdődött, és aztán a zene az később valahogy felváltotta ezt a rajzolást, bár igazából nem érzem a különbséget, hogy amikor rajzolok, akkor is valami hasonló folyamat történik, mint amikor muzsikálok. De autodidakta vagyok mind a kettőbe, és hogy valahogy a lelkiségében van az összefüggés, nyilván technikailag, vagy izommotorikusan más dolgokat jelent, de hogy így a lelkiségében van összefüggés. Szokolai Dongó Balázs gyermekéveit Tóth Komlóson töltötte. Mezőgazdasági, majd rajzpedagógiai tanulmányok után kezdett el foglalkozni a zenével, de a képzőművészet is közel áll hozzá, hiszen édesapja festő volt és néprajzi emlékeket gyűjtött. Ez is hatással volt munkásságára. Az alföldi festőiskola hatott rám nagyon, a Vásárhelyi Festőiskola, és nagyon szeretem ezeket az alföldi tanyákat, meg eleve az ilyen népművészet az közel áll hozzám. És ugyanakkor hatott rám a modern művészet, tehát hogy ahogy hozzáérek a papírhoz, az anyaggal, szép anyaggal, és akkor már van egyik másik kép olyan, hogy már nem is derül ki róla, hogy ház, az csak ott maga az érintésnek az élvezete. Hát ha jól el tudnám mondani, akkor író lennék, vagy költő, tehát van bennük absztrakt művészet, vagy hogy mondjam, egy ilyen improvizáció, egy ilyen olyan, mint amikor úgy ülünk lezenélni, hogy nem tudjuk még, hogy mit fogunk játszani, ez gyakran előfordul. Ezek a hajlékok, ezek jók voltak az embereknek 1000 évekig, csak ma nem jó. Ma dölledeznek, omladoznak. Ugyanakkor hűtőszekrény és légkondicionáló nélkül is ezekben, amelyik még ezekben el lehet lenni. Tehát ez most persze ez egy ilyen filozófia csak, de hogy így van egy esztétikumuk, van egy az emberi kéznyoma rajta van, és ez valamiért nekem nagyon tetszik ez a hangulat. És ugyanakkor én tényleg szeretem a modern művészetet, tehát az expresszionizmus és társai, ezek mind képben vagy hatnak rám. És igazándiból aztán becsukom a szemem, eldobok minden elméletet, minden filozófiát, és csak a katarzist keresem. Tehát amikor hozzáérek a papírhoz, és átélek egy katarzist, akkor jó, akkor kész van, akkor annyi kell, nem kell több.
A kárpát-medencei folklór mélyebb tanulmányozása során kezdett népzene feldolgozással foglalkozni. Így születtek saját kompozíciói elsősorban a jazz műfajában, és azok az improvizatív zenei alapok, amelyek magukon hordozzák a régmúlt magyar, román, szerb, horvát, szlovák és cigány kultúráját, és ugyanakkor modern, kortárs hangvételűek. 2001-ben Glasgow-ban az Academy of Music and Drama népzenei tanszéken adott szólókoncertet magyar és horvát dudán. Szokolai Dongó Balázs népzenész szerint a két művészeti ág gazdagítja egymást. Hát ez igazából diófapác anyag, amit a dióból leveléből, azt hiszem, hogy a héjából főznek, ilyen por alakú anyag, és akkor az ugye festésre használják, fanfestésre, de nagyon jó mutat a papíron, egy nagyon nemes anyag, mert ezek gyakorlatilag, hát ha ennél egy kicsit drágább papíron lennének, akkor tényleg 20-30 év, 50 év múlva is ugyanolyan színbe pompáznának, mint újkorukban. Maga a diófapác barnája az egy tartós, nemes anyag. Tehát ugye egyik-másik képét jó papíron van, de a nagy részük gyenge papíron van, tehát ezt mondjuk galériában nem tudnám árusítani, de terveim közszerepel ezt folytatni és megcsinálni. Egy ilyen fadarabba tologatom a diópáncot. Ez csak éppen az a technika. Igazából végig viszket nekem, hogy kéne még festeni. Így van. Tehát nem mind régi kép, vannak közte újabbak is. Ez folyamatos igény. Tehát bevásároltam mindenféle cuccot, és viszonylag elő van az íróasztalhoz közel a festés. Csak hát a zenélés tényleg kitölti az életemet. Tehát az csak azt csinálom, hogy előadó művészként dolgozom, és időnként. Hát most a karantén az felerősítette ezt a, talán a megcsillant a lehetőség, hogy akkor újra leülök és csinálom tovább a képeket. Aki tehát szeretne elkalandozni az alföldi táj szépségében, az látogasson el a Kóskároly Művelődési Házba, ameddig ezt a járványügyi helyzet lehetővé teszi. Végül a várható időjárásról. Kedden tartósan borult, többfelé párás, ködös időre van kilátás, helyenként szitálással. Több órás napsütés csak a legmagasabb hegycsúcsainkon valószínű. Gyenge marad a szél, napközben 5-11 fokig érkezik. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Ha az országgyűlés megadja a kormánynak a rendkívüli felhatalmazást és a parlamenti képviselők megszavazzák az előterjesztést, akkor kedd éjféltől Ausztriához hasonló intézkedéseket vezet be Magyarország. Meghosszabbította Budakalászváros önkormányzata az ebösszeírás adatszolgáltatási határidejét december 1-jéig. Kigyulladt egy 55 négyzetméteres könnyű szerkezetű lakóház tetőszerkezete szombaton a kora reggeli órákban Budakalászon, a Lupa-szigeten a Platánsoron. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb kedden este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-budakalászon. Megtalálnak bennünket a közösségi oldalakon, és csatlakozzanak hozzánk ott is. Én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!